Bár nem ez volt a téma, a Hír TV szerint mégis Áder János köztársasági elnök jövőjéről beszélgetett Trubovszky György az Igazságügyi Bizottság KDNP-s elnöke fideszes képviselőtársával múlt héten. Vas Imre hiába figyelmeztette Trubovszky Györgyöt, hogy beszélgetésüket kamerák rögzítik, a politikus nem aggódott. Később azt mondta, a Hír TV lehallgatta magánbeszélgetésüket, azt azonban nem tagadta, hogy Áder János jövőjéről beszélt. Nem tévedtek, hanem aljasok voltak. Ma már a Népszabadságnak minden tagadott. Azt mondta, Áder Jánosról szó sem volt. Az Igazságügyi Bizottság ma is ülésezett, de elnöke nem vett részt rajta. A hivatalos tájékoztatás szerint külföldre utazott. Beszélgető társa azonban ott volt. Igaz, Vas Imre először ki akart térni a kérdések elől. Miről beszélgettek múlt heti igazságügyi ülésen Trubovszky képviselőtársával? Azt hiszem, nagyon sok sajtóorgánumban megjelent, úgyhogy ehhez nincs hozzáfűzni valóm, én hallgattam. Vas Imre azt mondta, azóta sem kérdezte meg Trubovszky Györgyöt, hogy honnan vannak ilyen információi. Szerinte nem időszerű még a következő köztársasági elnökről beszélni. Szerintem a frakció meg fogja ezt vitatni jövő év tavasszal. Ön szavaz Áder Jánosra, ha lehet? Ki fogja alakítani a frakció véleményét, és akkor el fogjuk ezt mondani. Ön személy szerint? Mondom, ki fogjuk alakítani a véleményünket, nyilván frakcióban a frakció álláspontja mérvadó. Áder Jánost 2012-ben választották elnökké Schmidt Pál lemondása után. Akkor Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter világossá tette, hogy a frakció azt támogatja, akit Orbán Viktor javasol. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség alapszabálya értelmében a köztársasági elnöki méltóság betöltésére a Fidesz elnöke a miniszterelnök Orbán Viktor tehet előterjesztést. Több ellenzéki párt, köztük a Jobbik már egy ideje azt javasolja, hogy Magyarországon vezessék be a közvetlen elnökválasztást. Szerintük a választók így beleszólhatnának abba, hogy ki legyen az elnök. A Fidesz és a KDNP frakciójának összes mandátummal rendelkező tagja egy, önálló identitás vagy önálló akarat nélküli biodíszlet, aki Orbán Viktor döntését mindenfajta visszakérdés vagy kritika nélkül igen nem tartózkodok szinten levezényli. Kerestük a KDNP-t, írásban azt válaszolták, nem időszerű az elnökválasztásról beszélni. A Fidesznél pedig semmit nem mondtak az ügyről. Szerettük volna megkérdezni Orbán Viktort, hogy igaz-e, amit Trubovszky György Áder János újraválasztásáról mondott. A miniszterelnök sajtófőnöke írásban azt válaszolta, hogy a köztársasági elnök megválasztása az alaptörvényben részletesen van szabályozva, a folyamatban pedig csak az országgyűlésnek van szerepe. Hozzátette, képviselők beszélgetésének, véleményének értelmezéséhez nem tudnak segítséget nyújtani. Szondi Vanda, RTL Híradó, Budapest.